Süteményekkel, italokkal teli kosarakkal érkeznek a vendégek a Vörösmarty Központ nagy termébe. Minden készen áll a jótékonysági bál kezdéséhez. Egy újabb ajándékcsomag kerül a tombola tárgyak közé, van itt édesség, gyümölcs, higiéniai szettek, tálak, gyertyák és még sok apró figyelmesség. Külön-külön csokorba szedve. A tombola jegyek bevételét is jótékony célra használja majd fel a Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportja. Az ő jótékonysági báljukra érkezett meg stábunk. A bevételből tudjuk támogatni a bonyhádi és a környékbeli rászorultakat és nélkülözés szenvedőket. Másodszorban az a célja, hogy akik minket itt támogatnak a részvételükkel, ők jól érezzék magukat, és mulassanak igaziból, mint ahogy tavaly is, meg két éve is történt, meg évekkel ezelőtt is. Bonyhádról jönnek sokan, de mondhatom, hogy itt a környékbeli községekből, sőt, még Baranya megyéből is érkeznek. Úgyhogy, és máltai testvéreket, más máltai csoportok tagjait is várjuk. Nagyon reméljük, hogy Baranyából a egyházas kozáriak ide érkeznek, és megtisztelnek bennünket a részvételükkel, és érkezik egy nagyobb létszámú csoport a szekszárdi máltai csoporttól, és még Dunaföldvárról is jönnek néhányan. A bál előhangjaként a katolikus templom énekkara adott műsort. Az önkormányzat is képviseltette magát az eseményen, ezzel is kifejezve azt, hogy a város vezetése büszke a Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportjának szolgálatára, arra továbbra is számítanak és méltányolják, segítik munkájukat. Az, hogy Bonyhádon a családsegítő központ, illetve a gondozási központ működik, az még nem elegendő ahhoz, hogy minden emberhez eljutassuk, vagy eljuttathassuk azokat az adományokat, amiket más emberek fölajánlanak számukra. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek olyan civil szervezetek, mint többek között a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, aki részt vesz ebben a munkában, és eljutatja hozzájuk ezeket az ajándékokat. Tudomásom szerint az idején 25 éves Szeretett Szolgálat, Bonyhádi csoport a tavalyi évben 400 családnak tudott segíteni. Mindezt úgy tették, hogy az információm szerint ma aktív tagjaik közül csak 11-en vannak. Ezúton is szeretném felkérni, hogyha önöknek a családjában, az ismerőseik körében van olyan ember, aki szeretne embertársaikon segíteni, akkor hívják őket és hozzák ide a csoportba. Közel 200 ember vett részt a bálon. A belépő és tombola jegyekből összegyűlt pénz egészéből tehát a rászorulókat támogatják. Ezen kívül a Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportja a külön adományokat is várja székhelyére, legyen az ruhanemű, játék, esetleg tartós élelmiszer. Országosan most már közeledünk a 30. évhez, amikor a Máltai Szeretett Szolgálat a Spár áruházakban tartós élelmiszer gyűjt. Mi hagyományosan itt a Bonyhádi Spár áruházban gyűjtünk, és az országos időtartamnak megfelelően mi is 13-ával kezdünk, ez egy csütörtöki nap, és 19-ig, ez egy keddi nap, akkor fejezzük be. És akkor összesítjük a mostani bevételt, az ottani élelmiszer gyűjtésnek a tömegét, mert mondhatom, hogy nagyon nagy az adakozó kedv, és nagyon sokat tudtunk adni tavaly, de ezt még kibővítjük, és az a célunk, hogy lehetőség szerint a rászorult családok még karácsony előtt megkapják a tartós élelmiszer csomagot. Tehát ezt kapják a családok, előtte a kisgyerekeket is megajándékozzuk közösen a gyermekjóléti szolgálattal, akiknek a Mikulás műsorán részt veszünk, és mi ajándékozzuk meg őket.
és van olyan sérült fiatalokat ápoló intézmény Bonyhádon, akiket szintén, és hát az időseket is megajándékozzuk, mint tavaly. Hiszen a Máltai Szeretett Szolgálatnak a jelmondata az, hogy a hitvédelme és a szegények szolgálata, de van nekünk egy bonyhádi máltai jelmondatunk is. Ez így hangzik, hogy a gyermekeket megajándékozzuk, a családokat segítjük, és az időseket nem hagyjuk magukra. Tehát mondhatom, hogy életkor szerint átfogjuk a teljességet, és lehetőségeink szerint minden rászorulónak igyekszünk segíteni, és egy ilyen rendezvény, ez nagyon nagy segítség nekünk.